Engedjétek meg, hogy bemutassam vendégeinket, és mindjárt szólítanám is akkor őket a színpadra. Szépen sorban Csókai Bence, Gerendai Károly, Maros Róbert és Száraz István. Mindenkinek jut egy-egy mikrofon. Karcsinak is és Bencének is. Oké. Hogyha elmegyünk mondjuk szórakozni, akkor vagy egy szórakozó helyre, akkor az külön izgalmas lehet mindannyiunknak, hogy hogy emlékezünk vissza arra, hogy is éreztük magunkat egy-egy szórakozó helyen. Aztán arra már viszonylag kevesebben gondolunk, hogy nagyon sokan dolgoztak azon, hogy mire mi odaérünk, az mondjuk olyan legyen az a hely, és miután eljövünk, akkor még mindig nagyon sokan dolgoznak azon, hogy valami majd legközelebb ismételten várjon bennünket. Aztán erre jó visszaemlékezni, aztán vannak dolgok, amelyekre nem jó visszaemlékezni. Minden esetre talán az itt jelenlévő úriemberekkel kapcsolatosan mindannyiukkal egy dolog elmondható, hogy segítenek nekünk abban, hogy élményekkel töltsék meg azt a mindannyiunk életében fontosnak nevezhető korszakot, amit fiatalságnak vagy ifjúságnak nevezünk. Ezért talán mindannyian hálásak lehetünk, és ők azért magas szinten művelik mindezt. Kezdjük talán akkor is sorban, Bence, nálad a Forbró, az Ötkert, a Bob, a Kamionosok és Kurvák Parti, amit említhetünk, a Közért Bár. Mi az, ami pillanatnyilag a legfontosabb neked, mi az, amivel leginkább foglalkozol per pillanat? Sziasztok! Halló, sziasztok! Hát én most mindegyikkel valamennyire foglalkozom, de ami a fő projektem, az jelenleg a Közért Bár, ami itt van a szomszédban, a Frösch Terasz mellett. Igazából egy projekt, csak a téli vendéglátóhely az a Közért Bár. Ezen kívül a közhely, ami most fog nyílni 27-én, és az is egy vendéglátóhely. Kicsit más szegmens, inkább kocsma, kocsmatér, mulató. Azt találtuk ki rá, hogy az lesz a mulató, ami egy kicsit régies elnevezés, de mi inkább mulatónak hívjuk, mint kocsmának, hiszen a diszkó, a klub és a kocsma között van. Sziasztok! Hát én is elég sok mindent csinálok úgy általában. Mondjuk a mai nap, amivel a legtöbbet foglalkoztam, az a Sziget volt, mert hogy ma volt egy ilyen reggel 9-től délután 3-ig tartó értekezletünk, de egyébként utána meg a például azt nem mondtad, de hogy nekem most már közöm van ehhez a Vamp nevű, vasárnapi művészpiac nevű dologhoz, és utána ott volt egy egyeztetésem a csajokkal, akik ezt alapították. Sok mindennel foglalkozom, mikor éppen mi az, amiről úgy gondolom, hogy a leginkább foglalkozni kell vele. Szóval sziasztok, és hát engem leginkább azt hiszem most a Rézangyal foglalkoztat. A Gamma Trade, sokan nem tudják mi is, de az a szigetes, többnyire a szigetes rendezvényeknek a vendéglátását csinálja. Azzal ugye leginkább a fesztiválok alkalmával foglalkozunk, tehát nyári időszakban, de a Gamma Trade üzemelteti például ezt a helyet is. De ez a hely tulajdonképpen egy intézmény, én ezzel most már szerencsére viszonylag keveset foglalkozom, mert itt van intézményvezető, klubvezető, üzletvezető és egy jól működő, remélem jól működő stáb. Úgyhogy szerencsére az elmúlt időszakban több időm lett a Rézangyalra, és ma például egy 4 órás megbeszélésen vagyok túl a Coca-Colával, aki a Rézangyalt most már 2 éve forgalmazza. Sziasztok! Így van, a Macesz utcára az egy olyan életben próbálunk egy picit visszanyúlni az a zsidó-magyaros gasztronómiai vonalhoz, ami a múltat egy picit jellemezte a századforduló környékén, és ebbe adunk bele egy pici új ízt, egy kis frissességet, lendületet, pont ma éppen a borlapját állítottuk össze, illetve a Méterbár, ami pedig fog nyitni a szilveszteri szezon után. Ott gyakorlatilag mindent fogunk adni, méterre, a sátoktól kezdve a különböző töményeken át, plusz kitaláltunk egy olyan szendvicset, ami remélem így a 7. kerület, a belső 7. kerület védegyévé válik, hiszen mind a két hely a Dobutca Kazinci sarkán fekszik, tehát pontosan szeretnénk arra fókuszálni, ami most Budapesten eléggé felrendülőben van, és ez nem más, mint maga a 7. kerület és annak az egész vonzás körzete, úgyhogy reméljük tudunk egy új színfoltot adni. Miután kitalálod azt, hogy lesz egy hely, akkor ebből lesz valami, van egy alapkoncepció. Hogy találod ki azt, hogy kiknek szól, mi alapján kommunikálsz mondjuk a te közönségeddel? Először gondolunk valamire, először van egy helyszín általában, vagy vannak helyszínek és vannak ötletek, és akkor valamelyik helyszínhez valamelyik ötlet párosul, összepárosítjuk a társakkal, és amikor megcsináljuk az egyiket, akkor ugye az ötlet és a helyszín adja magát,
kicsit megpróbáljuk azt a közönséget megszólítani, amelyiknek kitaláltuk a helyet, és ahhoz csináljuk nyilván a videót, marketing stratégia, kommunikáció, minden. Ott kezdődik ez az egész, hogy akkor, tehát ez 20 évvel ezelőtt volt, amikor mi a szigetet kitaláltuk, ti akkor születtetek körülbelül, tehát ilyen értelemben. Ezt így nagyon nehéz ma elmagyarázni fiataloknak, hogy egyébként akkor miben volt más még ez az ország, de akkor így épp, hogy átestünk a rendszerváltáson, és nagyjából az derült ki, hogy a fiatalokról úgy, ahogy van, elfelejtkeztek a rendszerváltáskor, mert hogy minden más dolga volt a rendszerváltó ellenzéknek, vagy mit tudom én, túlélőknek és egyéb mindenfélének. De az, hogy előtte voltak ilyen úttörő táborok, építőtáborok, ilyen-olyan-amolyan táborok, amikor így a nyáron volt hova menni a fiataloknak, és hirtelen ez megszűnt, és nem lett helyette semmi. És mi tulajdonképpen, hát én akkor ugye 22 éves voltam, a szervező csapat meg így a barátainkból állt, mondjuk a Müller Péter Sziámé egy kicsit idősebb volt nálunk, akivel ugye együtt indítottuk ezt az egészet, de hát így körülbelül arról szólt, hogy mi magunknak szeretnénk, meg a haverjainknak, meg a haverjaink haverjainak csinálni valamit, mint ahogy egyébként szerintem valószínűleg ti is így kezdtétek, meg ti is, meg szerintem nem valami spanyol viasz. Aztán az, hogy mi akkor ott valami jó dologba belenyúltunk ezzel, mi is akkor szembesültünk, amikor az első évben 43 000 jöttek el. Gyakorlatilag az első két évben egyetlen egy fizetett alkalmazottunk volt, egy titkárnő. Tehát gyakorlatilag mindenki más azt gondolta, hogy az a normális, hogy mi mellette valami mással is foglalkozunk, amiben majd megélünk, és aztán második évben kellőképpen nagyot buktunk ahhoz, hogy kénytelenek legyünk komolyan venni ezt az egészet, mert hogy vagy csődbe mentünk, vagy úgy kell tovább menni, hogy mostantól arra is odafigyelünk, hogy egyébként ez egy vállalkozás, és akkor elkezdtünk erre is odafigyelni, és hát nagyjából néhány év alatt szerencsére így már vállalkozásként is sikeressé vált, és el tudtunk kezdeni egyre több lábra állni, meg egyre több mindennel foglalkozni. 96 óta csináljuk a Szigetnek a vendéglátását, és 2003-2004 környékén láttuk azt, hogy ezzel a pálinkával lehetne valamit csinálni, akkor született egy ilyen pálinka törvény, az EU azóta ismeri el a pálinkát tulajdonképpen, de a magyar főzdék azok elmentek azonnal ebbe a gémeskút gulyás egy csárda irányba, mert azt gondolták, hogy attól, hogy az a magyar és hogy ez a pálinka. Mi meg azt gondolom, hogy jókor voltunk jó helyen, és kipróbáltuk az egyik fesztiválon. Egyébként akkor volt egy ilyen Budai Plázs nevű rendezvény, ott kipróbáltuk, tök jól működött annak ellenére, hogy szakadt az eső, aztán vittük tovább a Szigetre, ott is jól működött, és egy évvel később már volt Rézangyal. Nem is feltétlenül azt mondom, hogy egy ötlet, inkább egy olyan pici érzés, vagy olyan pici hiány, aminek valószínűleg néhány sorstársam is így hiányat érezte a városban. A Trafik esetében az volt, hogy hogyan tudunk egy minőségi italkultúrát egy nagyobb tömegben, vagy egy kis bárból elemelve egy nagyobb szórakozóhelyre, hogyan tudjuk ezt belevinni, és hogyan tudunk egy kvázi jó minőségű bár hangulatot teremteni szórakozói keretek között, úgy, hogy közbe táncolni is lehessen, és az árszínvonal, és ez nagyon fontos, az árszínvonal pedig megmaradjon viszonylag alacsonyan, hiszen nekünk az a fontos, hogy mindenki tudjon választani, de tudjon választani a fogyasztó, hogyha éppen annyi pénz nincs nála, vagy éppen nem szeretne annyit költeni alkoholra, akkor is tudjon jó minőségűt inni, de hogyha szeretne olyan vodkát inni, mondjuk az országban csak nálunk van, és mondjuk Burgonyából készül, vagy szeretne egy olyan gint inni, amiből mondjuk van nálunk jó néhány fajta, akkor azt meg tudja tenni. Tehát egy kis ez az alkoholkultúrát keverni a minőségi szórakoztató kultúrával. A Trafik igazából ez volt az egyik fő koncepció, és szerencsére ezt a missziót ezt meg tudta valósítani. Valahol itt az árral való játék, de közben mégis egy profitábilis bizniszt szeretnénk építeni. Hát van egy nagyon kedves grafikus barátom, akivel éjjeleken át telefonálgattunk arról, hogy mik legyenek azok a különböző grafikai motívumok, amik megjelennek a szórakozóján. Így a VIP-n eredeti nyelven lehet olvasni Decameront, vagy eredeti nyelven lehet olvasni a Chaucernek a Canterbury téjét, illetve bent a WC-ben pedig ezt a mesemondó telefonszámot fel lehet hívni, hogyha valaki éppen erre vetemedik. Tehát ott is próbáltuk ezt egy picit, azt a modern grafika irányt. Tehát ez egy valódi élő telefonszám, amit ha felhívsz, akkor egy mesét mond valaki a vonal túloldalán, a mesemondó. Így van. Tehát nekünk az volt a lényeg, hogy ezt a kicsit ilyen angol száz irányt, ami Londonban
már elég honos, tehát hogy jó minőség dolgot adunk, de mégis egy kicsit más köntösbe csavarva, valahogy ezt is ötvözzük, és a grafikát is ennek nagyon hangsúlyos elemeként képzeltük el, és szerintem nagyon meg is valósul. Hogyan alakul, Bence, például a ti esetetekben, mondjuk a közért esetében az, hogy a múltat és a jelent úgy tudod ötvözni, hogy mégis érdeklődnek a fiatalok az iránt, amiben lehet, hogy mondjuk nem is volt olyan nagy tapasztalatuk mondjuk a közértnél. Lehet, hogy ahogy itt ugye mondtátok ti is, Karcsi utalt rá az előbb, hogy amikor ők kezdték a Szigetet, sokan akkor születtek az itt jelenlévők közül. Tehát, hogy nektek ez a közért, ez a retro feeling, ez mennyire ragadható meg például a mával vegyítve? Nekem, én még kiskoromban Ferenc körúton születtem, és pont mellettünk volt egy közért, ahol pont nagyon aranyos közértes nénik ebbe a fűzős cipőbe és klepetúsba, és mindig adtak egy, nem tudom, egy túrórudit, megcsípték, szeplős voltam már akkor is, megcsípték a pofámat, és akkor bevittek a parizeres pultba, vághattam parizert a nagykéssel. Én nekem ez az első közértes emlékem, tehát aki 30 éves, annak szerintem még mind van. Akiknek még nincs, annak ez egy újdonság, tehát igazából annak nem feltétlen retro, mert igazából neki egy újdonság. És kicsit más, mint egy kocsma, tehát nem egy tipikus kocsma, mert ott áll a Teca néni, aki egyébként régen a romkertben volt WC-s néni. Mindenki imádta, és például híresebb, mint a DJ-ink általában. Tehát egy nagyon jó fej néni. Nem jön zavarba, ott áll, nagy darab, és eladni nem nagyon tud, de egyébként beszélni rengeteget az tud, és kurva jó fej. Például ő is egy ilyen, kicsit egy nem mondom, hogy egy kocsmába feltétlen Teca nénit kéne rakni, de mégis, hogy ő ott van, szerintem be fog jönni másoknak is. Ugyanígy van a közért, meg a közért design, hogy nem közértbe mennek az emberek kocsmázni, de most megpróbáljuk. Nem volt kb. Én 1000-2000 forinttal indultam el mindig éjszakázni, és általában nagyon berúgtam és kurva jókat bulisztam, de legtöbbször vagy úgy nézett ki, hogy lementünk a szuper sarokra, vagy egy éjjel-nappaliba, és vodkát töményen glug-glug-glug-glug megittunk egy, nem tudom, egy fél literes Royal. Royal volt a kedvencem. Tehát azt megittuk, és utána indult a buli, és már berúgva mentünk a szórakozó helyekre. Most már ezeket az embereket próbáljuk távol tartani szórakozó helyekről. De a lényeg, hogy észre, vagy úgy érzem, hogy kicsit észre kell venni, hogy csomó ember nem bírja megvenni azokat az italokat, amiket 900-ért árulunk 4 centet mondjuk a másik vendéglátóhelyen. Itt meg 450-ért árulunk dupla vodkát szinte, szóval, hogy kell szegmentálni. Tehát, hogy nálatok a VIP hogy alakul? Szeretik a VIP-t, nem szeretik a VIP-t? Te is tapasztalod-e azt, hogy tényleg a VIP-nak több megítélése is van? Mindenképpen én azt gondolom, hogy itt sajnos van egy ilyen arány vagy szereptévesztés még ebben az országban, hogy ki gondolja magát VIP-nek, és ezt hogyan próbálja meg kimutatni, vagy... Tehát egyrészt van ugye egy ilyen celeb kultusz, ami miatt sokan, akik valamiért, valamilyen módon bekerültek mondjuk valamilyen médiában, vagy médiumban, azok onnantól fogva úgy gondolják, hogy ők már VIP-k, vagy nem tudom, a másik részről pedig, ami inkább az aggasztó, és ugye erről itt mi beszélgettünk egy picit, mielőtt kezdtük a nyilvános beszélgetést, hogy azt látjuk, hogy sajnos a VIP az úgy gondolja, hogy ő az a személy, akit nekünk vendégül kell látni, aki ingyen akar fogyasztani, ingyen akar bejutni a rendezvényre, ingyen akar, mit tudom, mert ő valaki. Miközben normálisan általában a VIP az a világban arról ismerszik meg, hogy ő a legjobb vendég olyan értelemben, hogy ő az, aki a legtöbbet fogyaszt, a legexkluzívabb italokat, vagy szolgáltatásokat, vagy bármit vesz igénybe, és hát ez nálunk nem feltétlenül így van, ez inkább egy ilyen tulajdonképpen ilyen önértékelési tanfolyam, vagy nem tudom, hogy az érzi magát valakinek ebbe az országba, aki ingyen tud valamit elérni, és nem az, aki egyébként úgy közelít ez a dologhoz, hogy ő valóban hajlandó annak megfizetni az árát, sőt akár az extra szolgáltatásokért extra pénzt szánni. Igen, hát ezt csak most meséltem ezt a sztorit, hogy most bejelentkezett hozzánk, hát most már egy 3 hete körülbelül, vagy lassan egy hónapja is egy angol utazási
ügynök, vagy nem tudom minek nevezzem, azzal, hogy ő szeretne a Szigetre egy 25 fős csoportnak igényelni VIP jegyet, és hogy ez milyen szolgáltatások járnak, meg egyáltalán mit tudunk, milyen lehetőségeink vannak. És akkor elmondtuk, hogy hát van VIP camping, meg van VIP jegy, meg van VIP szektor, azt hiszem, hogyha gondolja, akkor mondta, hogy hát nem, hát ezek megszállni biztos nem ott akarnak a VIP campingben, meg hogy egyébként, de hogy mik azok, amiket tudunk bármilyen extra szolgáltatásokat nyújtani, ő neki arra van felhatalmazása, hogy 1000 font per fő per nap költésig rendelhet meg dolgokat ennek a társaságnak, úgyhogy találjunk ki valami csomagot, hogy mit tudunk nekik ajánlani, ami egy VIP csomag, úgyhogy így komolyan törtük a fejünket, hogy mit lehet ennyi pénzért embereknek kínálni, de kitaláltunk egy-két dolgot. És amikor kérdeztük, hogy jó, de kik ezek egyébként? Mi megoldjuk. Tehát akkor, amikor így kérdeztük, hogy de mégis kik ezek, akkor mondták, hogy ezt nem mondhatják el. És most gyakorlatilag itt tartunk, hogy fogalmunk sincs, hogy kinek adunk el marra sok pénzért most mindenfélét, de majd amikor eljönnek, akkor gondolom majd kiderül. Igen, a Gaspari Zsolt nevű barátommal, akivel a Gammatizet is csináljuk, volt egy ilyen régi álmunk, hogy csináljunk egy jó éttermet, és ez egy ilyen zárt körű étterem volt. Csak ilyen proxy kártyával lehetett bemenni, 2003-ban nyitottuk. Két éven keresztül úgy üzemeltettük, hogy csak tényleg így lehetett bemenni, és elég sok kártyát adtunk ide, hát Magyarországon tényleg nem azt gondolják magukról a VIP-k, hogy nekik meg kell fizetniük szolgáltatásokat, így aztán hát igen, nyitunk ilyen rendezvényekre ezt a helyet, mert hát mondjuk napi 2-3 asztal pörgött, és az közepesen jó biznisz, inkább rossz, tehát nem jó biznisz. Igen, tehát mi szeretjük volna elkülöníteni azt, hogy ki az, aki tényleg jól fogyaszt és törzsvendég, és a menedzsment minimálisan, vagy gyakorlatilag alig szól abba bele, hogy kinek adjuk ki azt a viszonylag limitált számú kártyát, amikor bármikor, bárkivel be tudsz jönni fogláshoz, előzetes gyors telefonálással be tudsz olyan helyekre jutni, mert esetleg nem, vagy ha nincs azt, akkor gyorsan csinálunk. De ez tényleg az első 3-4 hónapnak a tapasztalata után alakult ki, hogy ki az, akik rendszeresen hetente, vagy akár minden buli napon lejönnek, és 10-20, 50, 100, 500 ezer forintokat akár elköltenek. Tehát ki ez a réteg, illetve ki az, aki tényleg maga törzs vendég, tehát aki tényleg hozzájárul ahhoz, hogy ez a hely ez egy jól működő helyé váljon. Én úgy gondolom, hogy ők azok a VIP-k, akikről szerintem nagyjából így a köztudatban benne vannak, de az igazi VIP az tényleg az, aki hozzájárul ahhoz, hogy ez egy gazdaságilag is jól működő hely legyen. De a törzsvendégből pedig muszáj nagy figyelmet fordítsunk, hiszen az ő szavuk az, ami miatt valószínűleg egy hely hosszú távon is sikeres lehet. Tehát ezért próbáltuk ezt egy picit így elkülöníteni, és inkább vendégeknek vagy törzsvendégeknek hívni azokat, akik rendszeresen járnak hozzánk, és VIP-knak pedig tényleg csak azokat, akik a költésükkel is ezt alátámasztják. Volt egy törzsvendégünk ez a napi egy-két asztalos helyen, hogy ez egy német banknak volt a vezérigazgatója, aki egy ilyen nyitás után 2-3 hónapban rájött, hogy tulajdonképpen az ő helye. Tehát mindig így mondta a partnernek, figyeljetek, most elviszlek meg egy étterembe, tök jó, csak mi leszünk. És lejöttek, tényleg csomó pénzt ott hagytak, tehát heti szinten több százezer forintot ott hagyott az ember, de ez mondjuk kevés volt persze a helynek, de hogy ez például vannak ilyen emberek, akik ezt így, ők szerintem a VIP-k. Csak eszembe jutott ezzel kapcsolatban egy sztori, ha szabad sztorizni, vagy... Nem, ezt sajnos sztorit nem engedhetünk meg ma este, ne haragudj, persze. Nem, csak utána ezt én próbáltam a Kostaszbe lenyúlni ezt az ötletet, de ott nálunk nem annyira működött. Én Marseille-ben voltam egyszer... Van még pár szar ötletünk. Nem csak én Marseille-ben voltam egyszer egy bárban, ahova az ottani ismerős vitt el, hogy ezt nézzem meg, a kikötőben van, nem tudom sajnos mi a neve, de... Onnan lehet fölismerni, hogy így ilyen felcímkézett piák vannak, amiket így, hogyha valaki törzs vendégnek tekintenek, akkor onnantól fogva fölcímkézik a nevére, és félreteszik, hogy amikor ő jön, akkor folytathatja. De hogy ez a bár, ez úgy futott be például, hogy talán a Mitterrandnal mesélték velem, és nem akarok hülyeséget mondani, tehát az volt a lényeg, hogy az akkori francia miniszterelnök az egyébként ott valami hivatalos, nem tudom, úton volt Marseille-ben, és ott a
amikor sétáltak a kikötőbe, valamit felavattak, vagy valami, akkor így kitalálták, hogy akkor ők bemennének ebbe a bárba, mert látták, hogy van hely, és a báros mondta, hogy hát sajnos nincs hely, és mondták, hogy de hát itt vannak a szabad hely, és mondták, hogy de hát az a törzs vendégeknek van fönntartva, és nem engedte be a miniszterelnököt, mert ő a törzs vendégnek azt gondolta, hogy fontosabb számára, hogy fönntartsa a helyeket, és ezt ugye, akik kíséretében voltak sajtó, azok másnapra ugye címlapon lehozták, hogy milyen dolog, hogy a márciai bárból kidobták a miniszterelnököt, mert hogy ott fönntartották a törzs vendégnek a helyet, és onnantól ugye a bár az abszolút egy olyan respektje lett, hogy azóta ott törzs vendégnek lenni, az egy érték, vagy hogy mondjam. Közérben ott nincs VIP, legtöbbeinkben egyébként nincs VIP, én valamennyire VIP ellenes voltam, pont ezek miatt, amiket a többiek mondtak. Mostanában meg elkérjük a istiéktől a listát, és akkor azoknak mi is adunk bármit, akik jól fogyasztanak. Hogyha egy-egy szórakozó helyen, vendéglátásban, az éjszakai életben igenis előfordulhat az, hogy baj van, mert hogy mondjuk olyan vendég jön, akit ti lehet, hogy nem akarnátok beengedni, és mondjuk lehet, hogy mondjuk mert úgy viselkedik, olyan állapotban érkezik már. Ezeket hogy lehet intelligensen, kultúráltan kezelni, leszerelni, átirányítani? Hát illetve ez úgy van, hogy ugye ez nem nagyon lehet egy fesztiválon azt mondani embereknek, hogyha megveszik a jegyet, hogy nem jöhetnek be, ha csak nem valami tényleg botrányos a részegek, vagy nagyon szét vannak esve, és már eleve a bejáratnál balhéznak. De az esetek nagy többségében egy ilyen tömegrendezvényre főleg sok olyan ember is bejöhet, akiről azt gondoljuk, hogy nem örülünk neki, hogyha feltétlenül odajön, mert mondjuk mi erre külön a rendőrséggel van egy ilyen megállapodásunk, hogy a bejárathoz adnak olyan nyomozókat, akik ismerik arcról a zsebtolvajokat, a különböző visszaeső bűnözőket, nem tudom. Egyik részről, másik részről, meg hát ugye a biztonsági szolgálatnak is azért vannak arra vonatkozóan akár tapasztalatai, akár bizonyos csoportokra mondjuk ránézésre meg lehet mondani, hogyha mondjuk egy nagyobb csapat együtt jön ki, és mit tudom én, mondjuk ilyen Fradi B közép típusú, vagy egyéb hasonló csapat egyszerre jön ki, akkor abból előbb-utóbb valamilyen balhé keveredik. Ilyenkor ez úgy szokott működni, hogy a rendezők részéről vannak kifejezetten azért a bejáratnál emberek, hogyha valakivel kapcsolatban ilyen jelzés jön, hogy rá oda kell figyelni, akkor ő ilyen kísérőként gyakorlatilag hozzászegődik a, mondjuk a zsebtolvajhoz, és kísérgeti föl le őt a szigeten, abszolút látványosan. Tehát úgy, hogy ez minél zavaróbb legyen számára, hogy ott így mit tudom, egy lépéssel utána megy mindenhova, és így kísérgeti, ez egy idő után elejét veszi annak, hogy egyrészt ott megpróbálja a bűncselekményt elkövetni, másrészt meg hát jellemzően elég hamar el is hagyják utána a szigetet, mert hogy mi nem mondhatjuk azt, amit nem követtek el semmit, hogy nem jöhetnek be, de ezzel esetleg elejét tudjuk venni annak, hogy elkövessenek valamit, vagy úgy gondolják, hogy ide érdemes jönniük, hiszen egy zsebtolvaj valószínűleg a 6-os villamoson, vagy a nem tudom hol, ahol egyébként nincs semmilyen látványos kísérője, sokkal nagyobb hatékonysággal fog tudni bűnözni, mint ott, ahol erre odafigyelnek és kísérgetik. Ugyanez működik a Balaton Soundon is? Hát valamennyire nyilván ez minden rendezvényünknél egy modell gyakorlatilag, hogy a rendezőknek egy része a bejáratnál az tulajdonképpen azért van ott szolgálatban, hogyha valakivel kapcsolatban fölmerül valamilyen gyanú, akkor egyébként ő kísérgesse ezeket. És akkor itt már picit mindjárt át is csúsztunk arra a témára, hogy hogyan választod meg a munkatársaidat, hogy választod meg a szórakozóhelyhez a jó staffot. Embereket megtalálni, őket tréningezni, kiképezni, azt gondolom egy igencsak költséges és időigényes feladat. Nem tudom, nálatok külön-külön hogy megy? A jó doorman az gyakorlatilag egy nem létező fogalom, tehát a Bence is mondta, tehát 9 millió VIP országában ezt marra nehéz kezelni, hogy tehát sokszor több ember volt fenn a listán, mint amennyi valójában befért volna a helyre, tehát azért ezt meg Józsi plusz 16, meg szóval ilyen hasonló embereket így nagyon-nagyon nehéz kezelni, mert lehet, hogy még Józsi jó fej, meg még a másik 10 is, de az a 6, aki vele van, és akkor hogy mondod meg neki, hogy hát ő neki nem tudom, mekkora piercing van itt az orrában is, ő azért nem, de akkor miért nem, mert most nálam van pénz, és én miért nem jöhetek be, szóval ez egy ilyen borzasztó nehéz kérdés, hogy a dorment hogy választjuk meg, meg a beengedést, szerintem ez egyiknek a rákfenéje, és talán egy kicsit ez egy nehézkesen is működő dolog. Hát eleinte mi nem voltunk őszintén bevallva, ennyire nem volt sok időnk a személyzet összeválogatására, mert nem volt ennyi időnk egyszerűen. A Dormanre visszatérve, az tényleg egy nagyon vicces dolog, ami ott az ajtóba zajlik, szerintem akár a trafikban, akár az ott kertnél. Tehát amennyi, én néha kiállok, vagy régen a Forbró Bistrónál ott álltam is, azt hiszem egy fél évig kint én voltam a Dormanre.
és tehát amennyi hülyeséget ott hall az ember, az így elmesélve. Próbálnak megfűzni, hogy enged be őket? Hát tehát a összekeverik, mondjuk három tulaj nevéből raknak össze egyet, hogy őt ismerem, amikor szólsz, hogy akkor nyugodtan hív föl, de úgy, hogy mondjuk mondják, hogy én ismerem a, mit tudom én, a Szabó Bencét, de rám gondolnak. Mondom, hogy jó, hát hív föl. Elkezdi hívni. Utána eltűnik. Tehát általában ilyenkor nyilván eltűnik, de hogy rengeteg mondom, tehát ilyen fel kéne vinni videóra, és szerintem a következő reklámfilm az ki is jönne. Ti lehetőséget teremtetek az embereknek arra, hogy esténként, vagy netán egy-két hétre a Sziget esetében mások legyenek egy kis időre, mint amilyenek mondjuk a hét nagyobb részében. És hogy ezt hogy töltik el, és milyen körülmények között, na ez a nagy meló, és hogy utána visszamenjenek ugyanarra a helyre. Hát ez azért egy bonyolultabb kérdés, mert ugye nálunk van a lebonyolító csapat, meg van a szervező csapat, és ez nem feltétlenül, mert nyilván átfedésben van, mert a szervezők is részt vesznek a lebonyolításban, de mondjuk, tehát hogy értsétek a nagyságrendet, a Szigeten nagyjából 8500 ember dolgozik az alatt, az egy hét alatt azért, hogy ez sikeresen lebonyolítódjon ez a rendezvény, ami azért már gyárméretben is egy viszonylag tisztességes méret, ahol ekkora vagy ennyi ember dolgozik. Ez nagy részt mondjuk 95%-ban olyan emberekből áll, akik erre az alkalomra speciálisan szerződnek valamilyen munkára, mondjuk talán nem 95, mert nyilván vannak olyan alvállalkozók, akiknek fix stábjaik vannak, de mondjuk csak a rendezők példáját, hogy mondjam, hogy 1200 ember van, aki biztonsági személyzetként dolgozik a Szigeten. Mi egy viszonylag fiatal hely vagyunk már, mint a maga az akvárium. De akkor beszéljünk akár de azért a vendéglátásban elég nagy a fluktuáció. Hát mondjuk tőlünk is mentek át a Pistiékhez, a Bencéktől is jöttek át hozzánk, tehát azért a pultosok szerintem már sok helyen dolgoztak életükben is, és ez normális is, azt gondolom. De egy dolog a pult, a másik dolog, ez azért egy nagy kulturális intézmény, egy befogadó hely. Tehát itt a stáb, itt van egy 15 fős állandó menedzsment, akik a programszervezést csinálják, akik a vendéglátást irányítják, akik a biztonsági szolgálatot irányítják, és így tovább. Szerintem róluk se felejtkezzünk el, tehát egy helyen egyébként nem csak beengedés van, és a pultosok vannak, hanem van a háttérstáb, és azt gondolom, hogy mostanra az akváriumban egy ilyen nagyon profi és nagyon jó stáb alakult ki, csak azért mondom persze, hogy hallják, mert hogy hallják. Igen. De tényleg én küldtem egyébként egy másik filmet is, ami az akváriumról szólt, egy hónappal azután, amikor akvárium névre váltott. És nagyon furcsa volt ezt most megnézni lassan egy évvel később. Szia, azt szerettem volna megkérdezni, hogy DJ-ként, igen tőled Karcsi, hogy DJ-ként hogyan lehet hozzád bekerülni hozzátok Balaton Soundra? Heti jegyet kér, figyelj, heti jegyet kér. Az az igazság, hogy el kell egy picit keserítselek. Nem arról van szó, hogy lehetetlen, de minek után a véges számú, nem csak minek után a véges számú hely van, és annál sokkal jobb, meg sokkal több DJ, akivel föl lehetne tölteni ezeket a helyeket. Ezért elsődlegesen nyilván azokban a DJ-kben gondolkodunk, akiknek már van akkora ismertsége tábora, hogy önmagában hoznak közönséget, őket megkeresik a mi kollégáink, akik egyébként szervezik a DJ-ket, és hát nagyon kevés olyan hely van, ahol mondjuk bemutatkozási lehetőséget tudunk biztosítani. Ha van ilyen, akkor jellemzően rossz idősávokban, amikor meg kevés még az érdeklődő. Az én fiam is elkezdett DJ-zni egy pár éve, és most eljutottunk oda, hogy már vagy ilyen szülinapi ajándéknak azt kapta tőlem idén nyáron, hogy benyomtam őt egyébként a rendezvényeinkre DJ-nek. De, kemény a konkurencia harc, látod? Nem, de ugyanakkor hozzáteszem azt, hogy mint olyan délután 4-re, meg olyan időpontokra tudtam őt betetni, hogy ne az azt legyen. Azt vállalod te is, nem? Délután 4? Vállalja. Mert egyszerűen bármennyire az én fiamról van szó, ott az elsődleges az, hogy nyilván olyan produkciókat adjunk a közönségnek, akiket ők szeretnének hallani, látni, és hogyha valaki eljut erre a szintre, akkor úgyis meg fogjuk már keresni magunktól is, addig, amíg meg nem addig, meg nem biztos, hogy ezek a rendezvények azok, ahol kezdeni kell a DJ-knek, hanem el kell jutni egy olyan szintig, amikor már keresik őket,
és akkor, tehát azt gondolom, hogy azért baromi sok jó hely van, ahol egyébként szakmai tapasztalatot lehet szerezni, és nevet, vagy hírnevet egy idő után, és akkor onnantól valószínűleg automatikusan a kollégáink is figyelnek ezekre az emberekre, de nem gondolom, hogy a fesztiválok a terepe annak, ahol igazából kezdeni, vagy befutni kell, hanem az már a következő lépcső, akik már befutottak, azoknak érdemes. Ezt lefájtolhatjátok még a későbbiekben, úgyis vendégeink ígéretét bírjuk arra, hogy még maradnak egy kis időre, és esetleg italoznak veletek, úgyhogy ha valami kérdésetek van, akkor még mérsékelten őket lehet itt ostromolni az elkövetkezendőkben. Köszönöm.